Na, sziasztok! Hello! Nagyon sok képen láttuk már ezt a várat, ezt a helyet, Instán, és most gondoltuk, hogy eljövünk ide körülnézni. De hova, hova ide? Hát ide. Hát a Boldogkő várához, ami angol fordításban csak annyi. Happy Stone Castle Button. Bizony. Jegyezzétek meg. Igen. Így lehet rákeresni Google-ba. Igen. Na mindegy, gondoltuk, összedobunk egy ilyen random blogot, hogy megmutassuk nektek is, hogy milyen szép a vár és maga a környezete. És látszok, most borzasztóan fúj a szél, úgyhogy azért vesszük fel innen, ezért elnézést kérünk, de bedobunk egy pár vágóképet, és egy pár információt is megosztunk veletek pár, most a várról. Pár érdekesség. Körülbelül 1200-as évek végén épült, volt nagyon sok család, illetve az osztrákok kezén is magán ez a vár. Érdekesség még, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyház megyeihez is tartozott, ez itt a Miskolc észak-keleti részén található gyönyörű állapotban megmaradt, illetve restaurált vár, úgyhogy ezt fogjuk most nektek megmutatni. Bizony. Na, akkor induljunk most ide a Happy Castle-hoz. I woke up feeling like this gonna be my day. I got that popping fire every step I take. Living that wild life, not stopping on no way. Just seeing green lights won't ever touch the base. Let me tell you something. 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 Got a real good feeling. Got a real good feeling. Maga a vár az 1200-as évek végén andezit tufára épült, ezért is nagyon különleges, és meg volt határozva, hogy milyen formájú és milyen lejtésű várat lehet erre az andezit tufára, illetve erre a kis részre építeni. Ez itt a száraz malom, és itt törölték a puskaport a háború idején. Szerű ablakocskát. Nézzetek ki ti is! Lejöttünk ide az étterembe, lehet menüzni, és itt tőlem jobbra található maga az étterem rész, itt mögöttem pedig mezőgazdasági eszközöket készítettek annak idején. Na, vissza is értünk ide most az autóhoz, úgyhogy ja, jó volt, szép volt ez a vár. Képzeljétek el, hogy itt a belépőnk, 1500 belépő felnőtteknek. Igen. Gyerekeknek pedig. Hát nem pár száz forint, 6 év. Ja. Annyi biztos, hogy 6 éves kor alatt ingyenes a belépő. Na srácok, indulunk is tovább, mert még nincs vége a napnak, nagyon szép napos hétvégénk van. Végre, ugye a múlt heti hidegség után. Ja, és akkor most megyünk tovább Miskolc nyugati részére, Lillafüredre. Reméljük, hogy ott már nem fog ilyen viharos szél fújni, mint ami itt Boldogkővárai várnál fújt, és tudunk egy picit drónozni is. Igen. Megérkeztünk, itt vagyunk Lillafüreden, ahogy ígértük. Most sétálunk lefele a parkolóból, lehet itt túrázni, meg kisvasutazni is, képzeljétek el! És hogyha esetleg nem tudtátok volna, a Lillafüredi kisvasút nem mindig szolgálta a személyforgalmat, hanem régen még itt a közeli bányákból teherszállításra használták ezt a kis nyomtávú Lillafüredi kisvasutat. Na, itt vagyunk a Lillafüredi vasútállomáson, innen el lehet jutni Miskolcra is, kb. Fél óra alatt, illetve a garadnai végállomásra 25 perc alatt. Ha erre jártok, mindenképp csücsenjetek fel, és menjetek egy kört vele. Van itt amúgy mindenféle kajálda, be lehet falni egy jó hekket, lángost, vagy kürtös kalácsot. Igen, egy ezresért.
Vagyunk most, azt elfelejtettük mondani, hogy hogy találjátok meg a neten. Purple Bus, így írjátok be. Ja igen, az angol neve. Úgyhogy ezt nagyon sokáig fordítottuk, nagy munka eredménye. Igen, fordító ez. Iroda fordította igazából, úgyhogy úgy keressetek rá. Jó, na, szóval a lényeg, hogy a Garadna és a Szinva... Szóval lényeg, hogy a Garadna és a Szinva patak találkozásánál található ez a tulajdonképpen a miskolci agglomerációhoz tartozó terület. És itt mögöttünk láthatjátok, tök jó kis csónakázó rész van, úgyhogy lehet ezzel is elütni az időt, hogyha elég meleg van. Igen, és nem is drága amúgy a csónakbérlés. Annyira egy órára 500. Itt van mögöttünk ez a gyönyörű palotaszálló, ahonnan szép kilátás nyílik a tóra. Igen, és most megmutatjuk, hogy hogy lehet ott tevezni. Na srácok, elment a nap, úgyhogy indulunk visszafele. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, és a következő részben találkozunk. Ciao, ciao! Sziasztok! Freezing.